Mindenki a támogatott lakhatásban az én véleményem szerint nem biztos, hogy alkalmas. Vagy legalábbis többbe kerülne. Magyarországon és a környező országokban több tízezer fogyatékos ember él a világtól elzárt tömegintézetekben. Az Európai Unió 2004 óta jelentős összeggel támogatja, hogy az új tagállamok bezárják ezeket a régi intézeteket, és helyette lakóotthonokat vagy kisebb lakásokat vásároljanak az egykori lakóknak. Magyarországon jelenleg 6 intézet bezárása van folyamatban, de ezzel párhuzamosan több tucat intézetet újítottak fel EU-s pénzből. Az EU többször egyértelművé tette, hogy ez a források szabályellenes felhasználását jelenti. Szolnokon most egy 40 fős otthont újítottak fel. Az elmúlt két és fél évben 12,2 milliárd forintot fordított a költségvetés fogyatékos és idős betlakásos intézmények korszerűsítésére, megújítására, és hogyha valaki kíváncsi, hogy milyen eredménnyel, és emögött van-e valós teljesítmény, akkor ide kell jönni. Tehát 90 négyzetméterre nőtt a közösségi célokra használható helyiség, itt vagyunk most. Megújult az elektromos hálózat, a 40 éves nyilászárókat kicseréltük, burkolatokat kaptak a szobák. A lakószobák most már megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. Ez a korszerűsítés, ez a tágítása az intézménynek, a falak kitolása, hogy úgy mondjam, amely sokkal élhetővé teszi, amely a munkakörülményeit a munkatársaknak javítja, amely az életkörülményeit és a lakhatási körülményeit a lakóknak javítja. Most az otthon főépületét újították fel, de az intézet több lakóotthonban is biztosít külső lakhatást a jobb képességű, enyhébb fogban fogyatékos lakóknak. Megkérdeztük a kintlakókat, milyen az intézetben és milyen a lakóotthonban élni. 1996-ban kerültem az intézetbe, és aztán szépen minden jött a színjátszás, a sportok, és 2003-ban jött létre az a lakóotthon, a Napvirág lakóotthon. Ahogy oda kikerültünk, az szabadabb, de ott is vannak szabályok, mint mindenhol a világban. Vannak itt is olyanok, akiknek van gondnoka, és van olyan, akiknek nincs. Akinek gondnoka van, az egy kicsit húzósabb, mert ott azért a gondok meghatározza az, hogy hát biztos, hogy ki akarsz oda menni. Jobb a lakóotthon, de itt se volt rossz. Itt egy kicsit annyival volt rosszabb, hogy kevesebbé lehetett kint lenni, meg jobban be kellett tartani a szabályokat, amoda csibbe kell, de úgy szabadabb. Dolgozunk 8-tól délig, megebédelünk, átjövünk, oda-haza, ha van feladat, el kell végezni, az a takarítás, terítős. Utána kimeltek este a vacsoráig, utána vacsorától szintén kimeltek este 10 óráig is. Az országgyűlés által elfogadott, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény szerint ilyen intézeteket már tilos felújítani. Ezzel szemben a magyar kormány még mindig támogatja az 50 fő alatti intézetek felújítását. Úgy gondolom, hogy a folyamatnak így kellene működni, hogy bentlakás lassan, de nem annyira lassan, mint amilyen lassan itt 30-40 éve működött, hanem jön egy következő lépcső lakóotthon, és utána a támogatott lakhatás. Mert azért mindenki a támogatott lakhatásban az én véleményem szerint, lehet, hogy egy kicsit elavult véleményem van, régóta dolgozom itt, nem biztos, hogy alkalmas. Vagy legalábbis többbe kerülne. Ez az a cél, és ez az az út, amelyen a Magyarország kormánya halad, és erre az úton szeretnénk tovább lépni a következő időben és a következő 6 éves időszakban ezeknek az intézményeknek a további megújítására, a további 5 milliárd forint fejlesztési forrást tervezünk.